mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt. Jókai Mór neves írónk születésnapján egyik legismertebb műve, az Aranyember című regényéből vett rövid idézettel köszöntöm kedves nézőinket 662. adásunkban. Elmúlt a Bálint napja, a szerelmesek napja, a farsangi időszak után pedig elkezdődött a bőti időszak. Mai műsorunkban először ismertetjük a gazdaságfejlesztési stratégia pályázatait lebonyolító Prosperitáti Alapítvány bemutatkozását Székely Kevén, ahol lakossági fórumon ismertették a pályázati lehetőségeket. Második mellékletünkben még visszatekintünk a farsangi időszakra, és bemutatjuk, hogy Hertelendi falván a gyermekek milyen jelmezekben búcsúztatták a telet. Tartsanak velünk 662. adásunkban is. A múlt év végén született meg a magyar kormány döntése, miszerint a magyar állam 50 milliárd forintos gazdaságfejlesztési programot indít a Vajdaságban. A gazdaságfejlesztési terv elindításáról született kormánydöntés értelmében a Vajdasági Magyar Szövetséggel együttműködve hajtják végre a programot a következő 3 évben. A keret egy részét, 30 milliárd forintot, egy hitelprogram alkotja, a maradék 20 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatások formájában kerül kifizetésre. E program lebonyolítását Vajdaságban a Prosperitáti Alapítvány vállalta fel, amely meghatározatlan időre alakult, közhasznú célok jótékony elvégzésére. A Prosperitáti Alapítvány egyik fő célja a vajdasági magyar közösségnek gazdasági és térségfejlesztési stratégiájának az életre hívása. Az önkéntes, nem kormányzati és non-profit alapítvány Vajdaság szerte 8 térségi irodában működik majd. 2016. január 31-én a Prosperitáti Alapítvány 10 féle lehetőségben hirdette meg az első pályázati kört. A pályázati űrlapokat és az azokhoz kapcsolódó anyagokat, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos minden információt a www.prosperitati.rs honlapon lehet megtekinteni és letölteni. A Vajdasági Magyar Szövetség tagjai és a Prosperitáti Alapítvány munkatársai február 4-től Vajdaság területén széleskörű ismertető kampányt indítottak, lakossági fórumokat szerveznek az érdeklődők részletes tájékoztatása céljából. Egy ilyen lakossági fórumon voltunk jelen kameránkkal mi is Székely Kevén február 10-én, ahol a székelykeveiek mellett más településekről is voltak jelen érdeklődők. Az időszakban január végéig kerülnek majd kiírás az első pályázatok. Sokan azt kérdezik, hogy miért, hogy késtünk-e egy picit. Hát pontosan azért, mert ha a tavalyi év végén született meg a magyar kormány döntése, tehát újra egy nagyon nagy csapatot úgy a magyar oldalról, mint a mi oldalunkról össze kellett állítani, itt már jogászoknak is ott kellett lennünk, hogy minden tiszta legyen legális. Tehát persze, hogy az egész stratégia megvalósítását, ezeket a pályázatokat igen nagy figyelemmel kíséri a szerb állam, mert hogy mi mindannyian Szerbia állampolgárai vagyunk, itt élünk. És az is az alapfeladatunk, hogy a szülőföldön való megmaradás, azokkal támogassuk, azokkal ellentétben, aki azt mondják, hogy le kell húzni a rollót és el kell menni, ezzel mi azt szeretnénk serkenteni, hogy önök itthon maradjanak és itthon fejlesszék a gazdaságukat. Másrésztről, mivel ez a magyar kormány támogatása, persze, hogy a magyar jogrendszert is maximálisan tiszteletbe kell tartani, és Magyarország Európa Uniós tagállam, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniós szabványokat is tiszteletbe kell tartani. Ezért volt szükség erre az időszakra, erre néhány hétre, hogy fölálljon a rendszer, és így fölállt a Prosperitáti Alapítvány, és az alapítványon keresztül kerültek kiírásra ezek a pályázatok, amelyek január 31-e óta nyilvánosak, és fölállt az irodarendszer, egyelőre 8 iroda van Vajdaság szerte, amit ez itt már elhangzott, Nagybecskereken, tehát Zrenjaninban van a Közép- és a Dél-Bálnát területét lefedő, ebbe a vonzáskörzetbe tartozó iroda. Én tudom, hogy talán picit messze van innen fizikailag, de mindannyian
kapnak egy ilyen zöld füzetecskét, ott van a telefonszám, illetve e-mail címet is kaphatnak, tehát azt az irodát használhatják február 1-től, bármikor, tehát 9-től 3-ig lehet telefonálni és érdeklődni, és majd aztán a Diana beszél részletesen arról, hogy mikor is adhatják be a pályázatokat, de ezt az időszakot, ezt a néhány hetet, tehát arra használjuk, hogy önök fölkészüljenek a pályázásra, és mi azért is jöttünk el ide ma este, tehát hogy beszéljünk erről a lehetőségről, biztos már hallottak is róla, gondolom sok kérdés megfogalmazódott önökben, hogy megpróbáljuk ezeket megválaszolni, illetve tehát mindenkinek segíteni, mert az elkövetkező időszakban, és arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, érdeklődjönek, kérjenek információt, készüljenek föl, és pályázzanak. Bárki nyer, nem nyer esetleg ebben az első körben, de azt szokták mondani, hogy ez akkora pénzeszköz, hogy el se tudjuk képzelni, hogy mindenkinek jut, tehát aki nyer, aki nem most, nyugodtan pályázzanak minden egyes minden következő körben is. A felvezető ismertető után a megjelentek kérdéseikre részletes magyarázatot, útmutatót kaptak. A mezőgazdasági pályázatok körében tartozik 6 pályázat. Az első a fóliasátras növénytermesztéshez szükséges felszerelés. Ide tartozik a műanyaggal beborított fóliasátras tartozó szerkezet. Több éves, több rétegű fólia, árnyékoló és hővesztességet gátló fólia, létesítmény árnyékolásra szolgáló háló, levegő hőmérsékletének, a nedvesség mérésének szolgáló műszerek, valamint a fűtési rendszer. Itt azt kell tudni, hogy a fűtési rendszerek nem haladhatja meg az 1000 dináros kilowattot, valamint a többi, a tartozó szerkezet, valamint a fólia, az meg 700 dinár négyzetméterenként. A második pályázat a tenyészállatok és a méhek vásárlása. Itt a törzskönyvezett szarvasmarha, tenyésszertész, juh, kecske. A méhanya az nem kell, hogy törzskönyvezett legyen, mivel Vajdaság szerte állítólag csak nincs is, csak zemmumva, és akkor ez nem kell. Ez azt jelenti, hogy törzskönyvezett, szóval, hogy állatorvosi bizonylat, meg pedigrén, meg ilyesmi. A méhanya az maximum 50 darab lehet, méhra is, és a kaptár. Kaptárat külön nem lehet, csak egyben a méhanyában vagy méhraja. A jégvédelmi háló beszerzése, ez támasztékot is tartalmazó jégvédelmi háló, valamint árnyékoló háló. A negyedik pályázat az a mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzése. A mezőgazdasági gépek azok lehetnek új és használt, a többi az új a kapcsolható eszközök a szántóföldi termeléshez, valamint a szőlő és gyümölcs termeléshez, valamint a zöldségtermeléshez, ezek muszáj mind új legyen. És új regisztrált méhész konténerek. Az ötödik pályázata tartozik az öntöző rendszere. Itten kutak fúrása, szabadföldön, fóliasátrakba, illetve üvegházakba, kurszárszerelések, szivattyú, agregátorok, cseppektető rendszerek, valamint tifon, ranger, stb. És a hatodik a több éves ültetvények, valamint gyümölcsösök, itt az ültetvényfajok változtatására és új ültetvények telepítésére vonatkozik. Ez a mezőgazdasági pályázatoknál a maximális összeg 800 ezer dinár, de a minimális biztosított kötelező önrész az pedig 20% kell legyen. Lehet több is, amennyiben minél több az önrész, annál nagyobb az esélye a pályázat megnyeréshez. A feltételek az a bejegyzett mezőgazdaság kell legyen 2015 óta, szóval nem az idén regisztrált, hanem már tavaly, mivel hogy kérik a bank igazolást, igen, a tavalyi évre. Nem tudom, mondtam, hogy magyar szerb állampolgársággal kell rendelkezett a leregisztrált mezőgazdász. Körönként csak egy pályázatot adhatnak be. Az eredeti számla, ja, kell egy eredeti számla és plusz még két ajánlat. Az eredeti számla az azt jelenti, hogy pecsétes, aláíras minden. A két ajánlat az meg akár katalógusból, internetről is le lehet tölteni. A számlánál még ott fontos, hogy 30 napnál nem lehet régebbi, és a... Igen, az előszámla, nem lett régebbi,
és 60 napig legalább érvényes kell, hogy legyen. Az egyéni vállalkozók, valamint a mikro- és kisvállalkozók eszközbeszerzése, itt pályázni lehet olyan eszközökre, melyek segítik a termelés folyamatát. A fórum befejeztével Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, parlamenti képviselő foglalta össze a hallottakat kameránk előtt. Milyen célra érkeztek a székeken jelenleg? Elsősorban test közelből szerettük volna bemutatni a Prosperitáti Alapítvány által kiírt 10 pályázatot, ugyanis nagy az érdeklődés, és rengeteg apró cseprő kérdés merül föl az emberekben, és hát segíteni szeretnénk, hogy minél sikeresebben pályázhassanak már most március hónap folyamán. Amennyire észrevettük az előadásból és a közzétett információkból, hogy nem is csak egy síkon mozognak, hanem három különböző síkon fogja mozogni ez a pályázat értelmezte, hogy a fiatalokat próbálják segíteni, hogy házhoz jussanak, ugyanakkor különböző mezőgazdasági felszerelések, és ugyanakkor állattartomány. Ezen három célt összpontosították meg a jelen projekten belül. Ő szerint melyikre lesz a legnagyobb érdeklődés jelenleg? Nagyon érdekes, hogy mi a pályázatokat röviden így 9+1-nek szoktuk keresztelni, ugyanis egy, ami a fiatalokat, fizikai személyeket célozza meg a házvásárlás, ezzel otthon szeretnénk tartani őket, és nagyon örülök annak, hogy nagy az érdeklődés a házvásárlás iránt is, sőt, lehet, hogy olyanok is lesznek, akik városból falura költöznek, amennyiben ott házat lehetnek, tehát viszonylag érintendő támogatást kapunk. Többi 9 pályázatot felosztanánk 6+3, 6 pályázat szól a mezőgazdasági termelőkhöz, legyen az tenyészállat vásárlás, és érdekes módon a méhészet iránt nagyon nagy az érdeklődés, valamint kapcsolható eszközök, gépek, fúria, sátrak és egyebek vásárlása, 6 különböző pályázatban, keveset beszéltünk az ültetvényekről, tehát aki gyümölcs fákat szeretne mondjuk ültetvényeket venni, tehát ez is érdekes lehet. Talán itt ebben a térségben nincs nagy érdeklődés, plusz 3 a mikro- és kisvállalkozókat célozza meg. Itt ma főleg a mezőgazdasági termelőkkel beszélgettünk, és valóban ezért is szól a pályázatok 60%-a hozzájuk, mert őket segíteni a leginkább ez a fajta támogatás. A mezőgazdasági pályázatoknál, vagyis minden egyes pályázatnál leszámítva a házvásárlást, itt a Prosperitáti Alapítvány munkatársa az önrészről beszélt, amelynek minimum 20%-osnak kell lennie, és akkor itt fölmerült, hogy kinek van nagyobb esélye, tehát a minimális 20%-os önrészen túl, ha valaki mondjuk nagyobbat, 30-40%-osot biztosít, és ezzel bemutatja, hogy komolyan gondolja, nagyobb esélye van, persze nyilvános a pontrendszer, amely elérhető a honlapon is, gyakorlatilag mindenki otthon kiszámolhatja, hogy mekkora esélyei vannak, hány ponttal indul a pályázaton, tehát a többiekkel szemben. Házvásárlást illetően viszont tehát meghatározott összeg van, maximálisan 1.200.000 dinárt lehet kapni a házra, és persze, hogy a legfiatalabbakat, tehát a 45 évnél fiatalabb házas párokat, de azokat is, akik házastársi közösségben élnek, tehát nincsenek összeházasok, azokat is támogatnánk, nem diszkriminálva senkit, és hát a pontrendszer alapján világos, hogyha többen vannak a háztartásban, illetve a gyerekek száma, mindez pontozásra kerül és előnyt jelent. Amint elhangzott, a pályázatokat március 1-e és március 31-e között lehet majd személyesen átadni a Prosperitáti Alapítvány területi irodáiban, ahol a külön képzésben részesített munkatársak minden kérdésben a pályázók rendelkezésére állnak. A 2,5 évtizedes hagyományt követő gyermekeknek szánt rendezvény felvételei és képei ízelítőt adnak azon színes, jó hangulatú, vidám jelmezes mulatságról, melyet február 14-én is a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület szervezett a Székháza nagytermében. Szeretettel köszöntöm mindenkit a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület nevében, szülőket, nagyszülőket, gyerekeket! A jelmezek, állarcot is felveszek, talált ki lehetek, titokban én nevetek.
fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget, fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget. Maskara és paróka, erről szól a mulatság, vidámság és mókavár. Készülnek a jelmezek, állarcot is felveszek, talált ki lehetek, titokban én nevetek. Fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget. Fújjuk a tudát, hallja az egész világ, űzzük el a telet, várjuk már a meleget. Az 51 gyerek ötletes egyéni jelmez bemutatóját követően a szereplésért minden jelmezes, szerény ajándékban részesült. Az est folyamán többféle ügyességi próbán, versenyen mérhették össze a tudásukat a vállalkozó kedviek. A szervezők népi játékokkal, néptánccal is megkísérelték jókedvre deríteni a kicsiket, nagyokat egyaránt, miközben még születésnapost is köszöntöttek. A mulatsághoz tartozó finom fánkról, ízletes teáról a guzsolyos asszonyai gondoskodtak. Tárcsón, vasárnap, február 14-én, a Szent Bálint, illetve Szveti Trifun napján a Neolit Nőszövetség a helyi művelődési otthonnal és a helyi közösséggel karültve rendezett egy nagyszobású, versenyjellegű ünnepi kalács kiállítást művelődési műsorral egybekötve. A kiállításon a városban működő szerb nőegyesületeken kívül részt vettek a Sándor Egyházi Bonnát Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület kézimunkázói is, hagyományos kézimunkákkal és süteményekkel. A hertelendi falviak nagy örömére a díjazás során az egyesület tagjai által elrendezett asztalt második díjban részesítette a bírálóbizottság. Mama a Starcsovai Neolit asszonycsoport elhívott, a hagyományos ünnepi kalács kiállítás volt, és mi megjelentünk a mi hagyományos kalácsainkkal, amit a magyarok a hertelendi falván évek óta, ahogy eljöttek az őseink, és még manap is készítik az asszonyok, és nagy meglepetésre a második helyet elnyertük, egy aranyérmet, a legszebb stand kiállítás. Úgyhogy igazából nagy meglepetés volt az összes asszonyainknak, és nagy örömmel tértünk haza Hertelend falvára. Nagy létszámban voltak a kiállítók? Igen, voltunk heten, és volt vagy 10 fajta apró kalácsunk, de hagyományos apró kalácsunk, amivel kiállítottunk, és a kézimunkánk, a bukovinai székely varrottas, amivel ismernek minket mindenfelé. Azzal volt díszítve az asztal, erre kaptátok a díjat? Igen, arra kaptuk a díjat, amivel volt díszítve, az volt a zabroszunk, a tábla, amit a valamikori kuzsolyos asszonyok kivartak, hogy Tamási Áron Kultúregyesület, Magyar Kultúregyesület, és az volt ott rajta, rajta voltak a képjeink, ami újdonság nálunk, amit varrunk, a hagyományos varrottassal és az apró kalácsunk volt. A kapcsolat a Starcsovai tárcsói asszonyokkal régebbtől tart, vagy ez új kapcsolat? Ez új kapcsolat, és ez úgy jöttünk, hogy tavaly, amikor voltunk a Paprikiádán, Brestovácon, ott ismerkedtünk meg,
úgymond van, ők ajánlkoztak, hogy erősül annál, hogy mivel ők is újabbak, hogy akkor hogy együttműködünk, elfogadtuk, mi voltunk az elsők, amikor elhívtuk az őszite a délutánra, szép nagy számban megjelentek, akkor nekik ez egy olyan fajta szervezni, ahol ők bírnak nekünk vissza szolgálni, és mi is szívesen megjelentünk. Nagy öröm volt, szépen társulaktunk úgy, hogy már itt megegyeztük a vezetők, hogy a Városházára lesz menve, és megpróbáljuk, hogy március 8-ára Pancsován a Városháza előtt adjanak nekünk standokot, és hogy március 8-ára a mi hagyományos szokásainkat, a kalácsot, a kézi munkát, hogy mutassuk be, és hogy vigyük árusítani. A tartalmasan együttöltött nap után a résztvevők abban a reményben váltak el, hogy a közelmúltban felvett kapcsolatnak lesz folytatása. Február 17-én, szerdán, 18 órai kezdettel a belgrádi Kolarac zenegalériában ad hangversenyt a pancsovai Bálint Ligeti Mária zenepedagógus, férje Bálint Attila, illetve fiúk Bálint Róbert. Összeállításukban ezúttal 10 magyar zeneszerző, Weiner Leo, Kardos István, Szőnyi Erzsébet, Sugár Rezső, Ligeti Melinda, Zsoldos Béla, Károlyi Pál, Pap Lajos, Járdányi Pál és Bartók Béla műve kapott helyet, zongora asztali citera, csembaló asztali citera, valamint zongora fagott hangszerelésben. A hangversenyt a Belgrádi Zeneközpont, illetve Centarza Musicus szervezi. A belépés díjtalan. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Egy értesítést közlünk kedves nézőinkkel. A Hertelendi Falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület házmesteri állás betöltésére pályázatot hirdet meg. A pályázás alapfeltétele, hogy házaspár legyen, és legalább az egyik fél értse és beszélje a magyar nyelvet. Jelentkezni írásban lehet az egyesület címére, Grabljanszka 24, 26 ezer Pancsova, vagy az egyesület elnökénél, Lőcsei Vilmosnál, a Petőfi Sándor 93-as szám alatt Hertelendi falván. Itt hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy február 28-án, vasárnap 18 órakor tartják a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület közgyűlését. Mindenkit szeretettel várnak, hogy részt vegyen a közösség munkálkodásában. Mai műsorunk ismétlését vasárnap este 7:30 után 10 perccel láthatják, új adással pedig egy hét múlva, csütörtökön délután 1 órakor jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra!